Jó, kész. A tálalást gyakorolják a diákok a Krúdi tankonyháján, rendszeresen indulnak különféle gyakorlati szakmai versenyeken, nemrég a hazai ízek, hazai asztalokon elnevezésű szakácsviadalon remekeltek az elődöntőben. Szerintem ez egy nagyon jó verseny volt. A fő alapanyag az ugye a magyar ételek voltak, meg volt adva, hogy nekünk miből kell főznünk, ez volt a sertéstarja, akkor az idaredalma, a savanyú káposzta és a barna csipergegomba. Ez volt a kötelező alapanyag, ezen felül lehetett még nekünk válogatni magyarországi alapanyagokat, és mi igazából egy gombával töltött sertéstarját választottunk, ami nagyon békönbe tekerve, ami nagyon tetszett a zsűrinek. Készül a villás reggeli, ami szintén nem jelent problémát a lányoknak. Az elődöntőben így nézett ki az elkészített ételük, ezzel jutottak a döntőbe. Az alapanyagok ugyanazok maradtak, ugye március 28-án lesz a döntő. Mi egy kicsit változtattunk az ételen, de így is maradt lényegében ugyanaz. Igyekszünk ott is a legjobbat nyújtani. Sátor László mesterszakács készítette fel a tanulókat a versenyre. Jó volt velük dolgozni, egyedül a versenydrukkal kellett megküzdeni. Most a versenyekkel, meg konyhával, ételkészítéssel tele van, hála Isten a sajtó, meg a média minden része. Ugye a magyarok a Baküzdor versenyen elért eredménye is sokat számít. Ezen kívül olimpiák, szakács olimpiák, világbajnokságok vannak, tehát ezeken is eredményeket érünk el azért. Úgyhogy én szerintem ez is egy országos szinten, ebbe a mezőnybe bekerülni, ez egy nagyon szép eredmény. Így néz ki egy ünnepi tálalás. A felszolgálóknak sokat kell gyakorolniuk ahhoz, hogy akár egy hotelben megállják a helyüket. A 47. Danubius Hotel versenyen az ország legjobb tanulói mérték össze tudásukat. Ez a felkészülés, egy elméleti felkészülés volt, amikor megkaptam az elméleti tételeket, egy menüsorírás, amire előzetesen ugyanúgy felkészültünk, és erre egy diszterítés, amit nagyon sokat legyakoroltunk a tanulófelelősömmel, a munkahelyemen, mint szabadidőmben, mint a munkaidőben, gyakorlásnak. Este a verseny volt még egy élő munka, amikor ételt, italt kellett felszolgálni a vendégnek, ezt is pontozta egy zsűri, mint a vendégek, és ez alapján született meg a végeredmény. A magas szakmai követelménynek Német Patrik tökéletesen megfelelt, és megnyerte a verseny döntőjét. Ezzel ő az ország legjobb felszolgáló tanulója, de ezért keményen meg kellett dolgozni. Kihívás volt természetesen, hiszen mindig győzni szeretne az ember. A gyerekek képességeit azért fel kell mérni. Tulajdonképpen, amikor bekerülnek hozzánk a munkahelyre, már lehet látni a gyerekek közül ki az, aki erre alkalmas, és lehetőség nyílik arra, akkor fel is készítjük. Én a Patrikban már láttam, amikor odaérkezett hozzánk 10. osztályban, egy mókás dolog meg is ütötte a fülemet, hiszen készítettem fel az elmúlt év gyerekeit a versenyre, és mondtam neki, hogy nagyon jó lenne, ha figyelnének, és bejönnének, amikor a díszterítést készítjük, és erre a versenyre el kell mennünk, hogy van-e kedve, és mondta, hogy igen, természetesen. És mondta, hogy meg is nyerem. Tehát ez a szerencsére egy év után meg is hozta a gyümölcsét, és én azt gondolom, hogy ennél nagyobb siker számomra, mint felszolgálónak, aki a Rábó Hotelban dolgozom, nem kell, hiszen tanúsága annak is, hogy az iskola és a munkahely nagyon jól tud együtt dolgozni. A középiskolában zajló szakképzés célja az alaptudás megszerzése. Ezeket az ismereteket a versenytapasztalatok jól kiegészítik. Lehet, hogy a szülők és a gyerekek is sokszor a szemükre vetik, hogy itt a legújabb technikákat, a legújabb módszereket nem tudják megtanulni, hanem még a régi, hagyományos dolgokhoz ragaszkodunk. Természetesen azért, mert a képzés lezáró vizsgák, azok az alapképességeket és az alapvető szaktudást mérik, erre készítjük a diákjainkat. És ezért nagyon jók ezek a versenyek, mert itt aztán megmutathatják igazából szakoktatók is, és a diákok is igazi kreativitásukat. A krúdis lányok nagy lelkesedéssel készülnek a márciusi döntőre, Német Patrik számára pedig a májusi szakvizsga jelenti majd az újabb kihívást.